Sajnos én úgy érzem, hogy az első futamban több szerencsével rajtutam benne lehetett volna akár egy ötödik, hatodik hely. A második futamon viszont, ha nagyon őszinte vagyok, akkor ez volt a maximum. Sajnos úgyhogy örülünk el annak, hogy a tavalyi évvel ellentétben most egyben van az autónk, mielőtt be kell pakolni a konténerbe. És én annak is örülök, hogy azért értékes pontokat gyűjtöttünk az összetett bajnokságban. Mindenkit az érdekel, mit mondtál Monteirónak? Hát csak megkérdeztem, hogy elnézte a féktávot az első kanyar előtt, az első rajt után. Azért tettem ezt szóvá, mert zavarta a Salzburgi eset, ahol mindenki a másik oldalról megkért, hogy ha már az első két sor a miénk, akkor fussunk óvatos versenyt, és lehetőleg dolgozunk össze. Ehhez képest nem akarom kommentálni, hogy mi történt a második futamon, hogy voltam az első sikámban. És ezután pedig most egyszerűen sportszerűbbennek éreztem, mert nem volt senki mögötte. Pont úgy lökött meg, hogy be tudott bújni mellém belső ívre, és az orrúzs előtt nyilván hátrányos helyzetben voltam. És ennek következtében, amikor meg is pöckölt az orrusban, akkor hirtelen ránk esett mindenki, és szerintem visszaestem a 11-12. Helyre. Nyilván, ha ez nincs, akkor, mint mondtam, meg lehetett volna az 5. vagy a 6. hely, de lehetett volna egy kicsit kevesebb szerencsénk, és mondjuk kiesünk az első futamon a versenyből. Most is azt mondom, hogy nem futam győzelmet, nem dobogós helyezést veszítettünk el, ez mindig benne van a pakliban. A lényeg az, hogy az ilyen szitokat mindig letisztázzuk egymás között.